játék, valamint a zenés tűzi játék lesz. És még ingyen látogathatják a Veszprémi Jutasi úti sportpályát a város lakói. A pálya üzemeltetője ugyan néhány hónapig bérleteket és napi jegyeket árult, de a város vezetése átvállalta a költségeket. Július közepétől így ismét egyre többen járhatnak ide sportolni. Veszprémben az egyik legnépszerűbb sportpályák egyike a Jutasi úton található. A fenntartó honvédség a pálya karbantartásához tavasz óta bérletek és napi jegyek árusításával akart hozzájárulni, de a mozogni vágyók elmaradottak. A város önkormányzata ezért felvállalta a költségeket. Az emberek ezt elég nehezen élik meg, hogy mindenért fizetni kell, és akkor jött az a ötlet, hogy átvállalnánk a Veszprémi Szabadidő Sporttanács ezt a kiadást, hogy a civil emberek is használhassák ezt a sport létesítményt. A pályára focizni, futni érkezők nevét ezentúl felírják, majd a sporttanács és az üzemeltető később elszámolnak egymással a bejelentkezettek száma alapján. Veszprémben kevés hely van a szabadidő sportok űzésére. Azért járunk ide, mert a máshol már nincsen rendes üres pálya, ahol engednének minket, és betonon nem szeretünk focizni. Egyelőre Veszprémben 5 millió forintból gazdálkodik a diák és szabadidő sportok tanácsa. Ugyanakkor tervük sok van, szeretnének a jövőben a kerékpárosoknak is egy pályát kialakítani, valamint visszacsalogatni a sportolni vágyókat a Betekincs völgybe.